a kereskedőnek, mint az, hogy ezt a veszteséget, melyek egy részét szétteríti az összes többi árura, és hol ennek az ára ment föl, hol annak az ára ment fel, nyilván erre különböző stratégiák voltak, de ez abból a szempontból volt csak fontos, hogy az inflációs érzetet erősítette, hogy itt az élelmiszer áraknak mennek fölfelé. Ez összekapcsolódott ráadásul azzal, amiről kevesebb szoktak beszélni a magyar gazdák, főleg a nagy termelők, hogy kedvet kaptak az elemeléshez. De ennek van egy gazdaság pszichológiai elemi összefüggése. Egy inflációs környezetben azok is árat emelnek, akiknél egyébként költség oldalon nincs áremelést kikényszerítő hatás. De hát ha a gabona ára emelkedik fel, akkor az aratás után inkább betározom, és nem adom el. 60 ezerért, mert lesz abból még 100 akármennyi is, vagy nem lesz, és akkor a nyakukon ragadni, hogy sok nagy gabonatermelő így járt ugye a tavalyi évben. De egy ilyen általános áremelkedés következik, miközben a politikai kommunikáció, a kormányzati kommunikáció az, hogy kizárólag a nagy kereskedelmi láncok, a multik, a gonoszok, mert ők azok, akik emelik az árat, mindenki más az fegyelmezetten igyekszik az inflációt kordában tartani, vagy csökkenteni, de hát nem egészen erről van szó. Szóval az, hogy az infláció ennyire megugrott, hogy az élelmiszer infláció az decemberre 49,5%, 50% körül hiperinflációról beszél a szakma. Az egy egészen kritikus szín. De hogy ez oda jutott, ebben az élelmiszer infláció